A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Egy falat kenyére csipetnyi szó, ez a műsorunk címe. A Rock Múzeumban vagyunk, egyévesek vagyunk, nagyon sok minden érdekesség van, változatlanul. Örömmel mondhatom, meg egy picit szomorúan is, hogy kinőttük ezt a helyet, legalábbis nagyon úgy tűnik a számunkra, meg aztán az is nagyon örömteli, hogy azt mondják, nem mi, mások, hogy ez Európa legnagyobb rock múzeuma. A hangszerek vannak, erősítők vannak, és sok-sok minden, ami a műfaj múltját mutatja meg, mert mi a múltat a jelenen keresztül szeretnénk a jövőnek is megmutatni. Ez a lényege Rock Múzeumnak. Dobrád Ákos a vendégem, szervusz Ákos, szép napot szia, neked! Üdvözlöm. Hol is kezdjük? Kezdjük az legelején, kezdjük Győrbe, ugye Győrben születtél, és már egész gyerekkorodban szolfés tanultál a szülőknek a nagy örömére és támogatásán, de 8 évesen. Ezért rémisztően hangzik, egész gyerekkorom a szolfés tanultam. nem, 8 éves korodtól a szolfés az, amit így szeretnek az a gyerekek átugrani. Én sem voltam annyira boldog, de hát nyilván mindennek az alapja, és meg kell tanulni azokat a fránya hangjegyeket, hogy hol és miért ott helyezkednek el. Te még olyan maradi zenész vagy, aki szereti látni, hogy mit játszik, és ő szereti leírni, hogy mit játszik. Igen, egyébként később ez nem volt rám igaz. Tehát amikor klasszikus zenét tanultam, klasszikus zenei darabokat, akkor én csak addig néztem a kottet, amíg meg nem tanultam, és utána szerettem felből játszani, nem szerettem én ezt szépen lapozgatni, meg nézegetni. Úgyhogy egyébként mondják, hogy aki ilyen típusú, általában ő belőlük lesz zeneszerző vagy dalszerző, mint én, és aki szereti a kottát, és ragaszkodik a kottához, ő belőle lesz adott esetben szomorú zenész. Nézd, én valahogy úgy osztályoztam mindig is, hogy jó zene és rossz zene. Engem nem érdekelt, hogy a szomorú volt, vagy éppen a rock and roll volt, teljesen mindegy, mind a kettőben rengeteg jó létezik, és hogyha belegondolsz te, akinek vannak komoly ismeretei a idézőjelben, tehát komoly zenék felé, és micsoda slágerek vannak a komoly zenében, akár egy operában, akár pedig egy szimfonikus műben, tehát ez ami borzasztó nagy dolog. Bécsi zongorát kaptál a szülőktől ajándékba. Mitől volt az bécsi szó? Milyen a bécsi zongor egy hagyományos zongorához képest? Hát a bécsi zongorát Bécsben gyártották. Ez csak azért volt, mert Bécs városában gyártott zongora? Igen, így tudom, egyfajta típusú zongora, de ebben nem vagyok otthon, hogy nem szeretnék valami dőreséget mondani. Az biztos, hogy ez a zongora nagyon érdekes úton került hozzánk. Édesanyám egy bevásárló, hát majdnem azt mondtam, hogy központban akkor még nem volt ilyen, tehát egy AVC-ben állt a pénztár előtt sorban, és beszélgetett egy kedves szomszéddal arról, hogy hát a gyerek szereti a zenét, szeretne elkezdeni zongorán tanulni, és egy mögöttünk álló nénike így megkopogtatta a vállát, hogy elnéz, és nálam van egy hatalmas nagy bécsi zongora, csak a helyet foglalja, hogy a gondolja elvihetik ingyen. Az, amíg azért volt dolog, fel kellett újítani, de hát hozzám is nőtt azonnal. Megvan még? Hát sajnos már nincs meg. Azóta volt még egy pianinom, az sincs meg. Ott egy olyan fordulópont érkezett el az életemben, amikor elhatároztam, hogy na én most akkor könnyű zenéket szeretnék énekelni, játszani, és akkor lecseréltem anyukám nagy bánatára egy szintetizátorra, de azóta most melengeti a szívét, hogy otthon beszereztem már egy zongorát, és amikor átjön, akkor le tud ülni, és tudja hallgatni, ahogy én játszom. Érdekes, hogy olyan szerencsés családból származol, ahol a szülők szerették a zenét, és te is ugye a zene irányába indultál el gyakorlatilag. Ez nem mindenhol volt így. Ez teljesen egyértelmű volt számukra, hogy te zenével foglalkozol, és nagyon boldogok voltak. Szerintem ott volt a törés, amikor a rock and roll jobban kezdett érdekelni. Igen. Hát igen, anyu nagyon muzikális volt, apunak voltak lemezgyűjteményei. A zene szeretetét hamar örököltük, hamar megkaptuk a szülőktől. És hát nem tudom kihagyni, hogy hát én is rengeteget hallgattam a rádiót, és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok veled. És ez nem csak egy ilyen udvariaskodás, de hát téged, már kicsit később, 10 éves korunktól, amikor mentünk diszkó,
próbált, mindig ott szólt a rádiós hallgatók a slágerlistádat, úgyhogy egy nagy ikonnal beszélgethetek ma este. Ez külön öröm számomra és egy élmény, hogy itt lehetek. Szóval igen, apalemezeit hallgattuk, sokat hallgattuk a műsoraidat, a rádiót, a könnyű zenét, úgyhogy ez így részévé vált az életemnek. Mennyire tud részévé válni egy zenét kedvelőnek egy rádióban játszott? Én soha nem tudtam eldönteni azt, hogy én valamit tudok-e extrát nyújtani az embereknek a poptarisznyával, meg bármilyen más műsorral, vagy csak egyszerűen szórakoztatom. Tehát próbálom úgy megfogalmazni, hogy értető legyen, mert idáig ez nem volt az annyira, hogy az én zenei ízlés világom, amit én próbáltam a zenékben megmutatni és bemutatni, persze mindenkinek az igényét bizonyos szintig kielégíteni, az mennyire tudott adott esetben hatással lenni? Én biztos vagyok benne, hogy hatással volt, és ez a mi szakmánk erről is szól, legyen szó zenészről, legyen szó rádiós szakemberről, vagy egyszerűen egy DJ-ről, akinek van egy zenei világ és egy ízlése, szeretne kicsit önmagát is kifejezni, átadni valamit az embereknek, és a te dolgaid is azért voltak sikeresek, amit mondtam, mert annak volt egy hangulata, azokat a zenéket szerettünk elindulni, arra készülődni otthon, hogy azokat a zenéket hallgatjuk, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan a te zenei ízlésed tükrében, nagyon sokaknak a te zenésed tükrében alakult ki a zenei szokása, meg a zenei világa, meg hogy miket szeret hallgatni az ízlése. Borzaszt érdekes, és aztán abban is hagyjuk a poptarisznyát, ugye az Eurodiszkónak nagyon komoly szerepe volt akkor, amit én úgy igazából annyira nem szerettem, és hát a mai napig sem vagyok lelkes híve, de hát akkor azt játszottam, és számon kérik a mai napig, hogy ezt én miért hagytam abban, mert az milyen jó volt, és akkor emlékszek, nem emlékszem. Eurodiszkó, ezzel mit értünk pontosan? Eurodiszkó, az itáló diszkó, igen, az itáló diszkó, tehát ezek a fancy, meg silent circle, meg hasonló. Mindig az aktuális trendi, diszkózenék. Nézd, én csak azt tudom mondani, amit te is a bevezetőben elmondtál, hogy legyen bármilyen műfajról szó, minden műfaj, ban jót csinálni, én azt gondolom nehéz, de ez is egy érdekes kifejezés, hogy mitől nehéz jót csinálni, mert hogyha én magamra gondolok, és most mindenki dönts el, hogy az jó-e vagy sem, amit én csináltam, de elég nagy közönsége van, nekem azért ez nem volt nehéz, ide, mert ezek kigördülnek. Ide, hogy nagyon jobb, a tőlem tudod, és nem egy ideget tőle. Köszönöm szépen. Tehát, hogy ezek kigördülnek, kigördültek ezek a dalok belőlem, tehát ez nem nehéz, de hogy jó legyen, azért hát akkor fordítsuk meg, minden műfajban hallunk borzasztó rosszakat. Igen. És én azt gondolom, hogy az emberek, hogyha nyitottak a zenére, és befogadók a zenére, akkor legyen szó Eurodiscorról, legyen szó jazzről, legyen szó komoly zenéről, meghallják azt, hogy mi a jó, ami megérint őket, az meg fogja érinteni őket, és ez a lényeg. Olvastam valahol, hogy te 16 éves korodban már vendéglátóztál, és ezt én nem tudom igazából elképzelni. Hangszeren valahol játszottál az éjszakában, te zenét szolgáltattál, vagy hordtad a nagyföröccsöket? Szóval mi volt ez a vendéglátós időszak? Igen, egy kicsit egyszerre jelent meg rossz info, ugye elég, hogyha egyszer valami rosszul jelenik meg, és utána végigkíséri az életedet. Tehát nem sok a különbség, 17 éves voltam egyébként. Hát az inkább egy év már, az mondjuk az igen, inkább már 18. Nem, ez úgy történt, hogy akkor én sportoltam kézilabdáztam, és hétvégenként a srácokkal lementünk egy szórakozó helyre, és ott volt egy srác egy szintetizátorral, és énekelt mindenféle dalokat. Uh-huh. Nem csak mulatos dalokat, hanem az akkor aktuális magyar zenekaros slágereit. És nagyon nagy sztár volt, hát imádták, szerették, gyere Karcsi, énekeld azt, és bennem egészen kiskorom óta megvolt az a késztetés, meg az a terv, hogy én egyszer szeretnék saját dalokat énekelni, szeretnék színpadon állni, hát nyilván, hát mi más lett volna bennem gyerekkoromban, és úgy megtetszett, hogy azt a srácot nagyon bírják, hát nem beszélve a csajokról, úgyhogy én hazamentem, és akkor jött el ez a pillanat, egyébként még ezt megelőzően, mert azért két év kellett, míg felkészültem, hogy eladtam a pianinot, vettem egy szintetizátort, és az én éppen csak mutáló hangomon elkezdtem a szomszédokat boldogítani, elkezdtem skálázni, meg gyakorolni, meg énekelni. Felkészültem, és egy másfél-két évvel később ott hagytam a középiskolát, átmentem levelező tagozatra, aztán levelezőn is érettségiztem le, és átadtam magam az éjszakának, és játszottam vendéglátó egységekben,
Tehát éttermekben, megjátszottunk Győrben egy hajó nevezetű, most már kimondhatom egyébként, már szerintem nem létezik, egy hajó elnevezésű szórakozóhelyem, ahol voltak boxok, ott volt egy étteremrész, de mindent onnan kipakoltak két hónappal később, és 1100 ember járt le oda szórakozni. Én akkor még énekeltem Hip Hop Boys-t, Animal Cannibals-től kezdve Happy Gang-en át, az FLM, Soul Party, Geszti Péterék, repülők, legfőképp magyarokat, sőt, kedszerd, a csütörtökön voltak úgynevezett főiskolás napjaink, akkor Takács Tamást énekeltünk, tudod, a Pocsolyával éltem, stb. Társai, úgyhogy akkor először így beleszagoltam, hogy milyen sikeresnek lenni, hiszen Győrben akkor egy fogalommá vált ez a hely. Tehát szerettek lejönni a fiatalok, ott elkezdték a bulit 8-9 órakor, és 11 évfél körül. Régi szép idők. Igen, fele ott paradt, fele meg elment diszkóba. Igen. Én azt hiszem, hogy vendéglátóban zenélni a világ egyik, ha nem a legnehezebb feladata. Hiszen ha neked van egy koncert repertoárod, és elmész a színpadra, a színházba, és ott eljátszod, akkor megtetted a magadét. De ott minden nap mások jönnek, más a hangulat, más a feeling, és neked mindenkit szórakoztatni kell. Igen, nem könnyű feladat, de éppen ezért egy nagy iskola is. Ha, hogyne? Hogyne? Biztos vagyok benne, hogy azért tudtam később ráérezni a slágerekre, mert én test közelből tapasztaltam hosszú éveken keresztül, hogy mire rezonál a közönség, mire ugranak fel, mit szeretnek, mire táncolnak. Úgyhogy ez egy nagy iskola volt, és igen, ennek van nehézsége, de a legnagyobb nehézség abban rejlik, amikor mondjuk egy esküvőt játszol, és hajnal 5 órakor már egy mindennel, de tényleg úgy mindennel tele van a hócipőd, és akkor még mindig jönnek az akkori még 20-as papír 20-as lobogtatva, hogy még az akácos utat, azt művész úr, azt még énekelj el, tudod, és már hajtogattam össze, már lehajoltam, már raktam, már húztam ki a jackdugot, de mindig jött valaki, aki, hogyha éppen egy ámbor lélek volt, akkor nem volt probléma, de ha esetleg egy kicsit agresszívebb volt, és nemet próbáltam mondani, akkor meg kezdődött a balhé, úgyhogy a legnehezebb pillanatok egyébként hajnal 4-5 körül voltak. Igen, az életveszélyes, az átmenet. Igen. A borzalom és a borzalom. Igen. Között. De hát mondjuk délután 2-kor mi rázedintani a lakodalom valami utcánkban, 40 fokban szakadról a víz az étteremet, az sem volt az kutya, sem, amikor még nem volt ugye klimatizált helyiség. Slágerek voltak, amiket kötelező volt játszani, vagy pedig, hogy szedtél össze mindenhonnan mindent, ami tetszett, megtanultátok és eljátszottátok, vagy megtanultad és eljátszottátok? Igen, hát többnyire slágerek voltak, de volt olyan repertoárban, amit a saját szórakoztatásomra tanultam meg. És innen már csak egy lépés, a TNT. Győrből felköltözés Pestre, ugye nem igen, egyedül. Igen. Nagyon szép időszak volt az említett hajó, a hajós időszak. Azt nagyon-nagyon szerettük, és ott már nem is játszottunk szinte ilyen tipikus vendéglátós dalokat, meg ilyen lakodalmas dalokat, hanem kifejezetten magyar előadóktól, külföldi előadóktól naprakés slágereket énekeltünk, és de hát hogy ott is eljött az a pillanat, amikor úgy voltam vele, hogy ebből már elég. Nekem be kell jönnöm, igen, akkor inkább világán megyek. De ez pontosan így volt, egy depressziós pillanat volt egyébként, mély depressziós pillanat. Emlékszem, hogy bementem a 8:30-kor, tudod, ezeket a szórakozó helyeket hiába takarítják fel, ott áll a fűszag, akkor még lehetett dohányozni. Még egy kicsit ragad a padló a piától, amit előző éjszaka kilöttyengettek. Igen, egésznek van egy ilyen borzasztó szaga és ilyen lehúzós hangulata, és ott nem is ültem, hanem feküdtem így a boxban, és mondtam, hogy ezt nem akarom tovább csinálni. Uh-huh. Tehát nekem ebből elég, valamit tenni kell. Akkor már voltak saját dalaim, és akkor mondtam a kedves kollégámnak, hogy induljunk el egy poprock fesztiválon, akkor még volt ugye a sikerű poprock fesztivál, akkor még létezett, és induljunk el, és próbáljunk valamit. Úgy éreztem, hogy azokat a zenéket és dalokat, amit előbb említettem az előadóktól, ezeket én is tudom produkálni, ilyeneket én is tudok írni, és akkor ebből jól ki kell törni, és akkor tovább kell menni azon az úton, amiről mindig is álmodoztam. Ez egy kicsit ilyen kitérő volt, meg egy jó iskola, ahogy említettem. Igen, én emlékszem, egyszerűen is egy ilyen éjszakai diszkó béli fellépésnek úgy vetettem véget, hogy mondtam az üzletvezetőnek, van jó hírem, meg egy rossz hírem.
Szóval mi a rossz, mondom, hogy holnap nem jövök, és ezek után mi a jó? Na, ma még maradok. És ez, hogy nagyjából így véget ért a dolog. Császár előtt, ez egy fontos ember volt a TNT-nek az életében. Nagyon-nagyon fontos ember, és ez is érdekes, hogy mi hogy találkoztunk vele. Uh-huh. Mert ahogy említettem, ugye a Poprock Fesztiválra készültünk, és mondta az én kedves gitáros barátom, hogy itt a szomszéd faluban kiugrunk, ott van egy DAT magnó, többsávos DAT magnó, azon tudjuk rögzíteni a demo felvételt, és majd ezt elküldjük. Uh-huh. Mondom, jó. Aznap hazamentem, és ilyen zenész magazin jellegű dolog, zenészeknek szóló magazin, ott volt az asztalon, a konyha asztalon, vagy nem is a konyha asztalon, valahol, de mai napig nem értem, hogy ez hogy került oda, mert én nem rendeltem, édesapám nem rendelt ilyeneket, ilyen jellegű újság soha nem volt a lakásban, hogy került oda, azt én nem tudom. A császár előtt levittem. Lehet. És lapozom, és ott mit tudom én, ott a vége felé látom, hogy Sound Master Studio, Budapest, itt énekel az FLM, a repülők, a Zoltán Erika és itt a magyar sztárok fel voltak sorolva. Óránként 2500 forint. Mondom, gyerekek, ha hova megyünk mi Ikrénybe? Hát ide kell menni, ebbe a stúdióni. De nem tényleg gyönyörű volt. Stúdió volt, szerintem ez most már nem létezik, és bocsánat Erdélyi László tulajdonostól, hogyha igen. Meg 2500 forintért sem. Hát az biztos, hogy 2500 forintért sem. Hát ott a legmodernebb felszereléssel volt ellátva ez a stúdió. És akkor győzködtem a többieket, hogy menjünk fel, ki tudja, hogy kivel találkozunk, mégiscsak egy profi környezetben egy kicsit beleszimatodunk, hogy milyen egy ilyen profi stúdióban demót készíteni, jó kaland az egész, de hát az pénzbe kerül, akkor fölmenni, a költség, az úti költség, stb. Jó, de legalább majd én utána telefonálnak, és akkor felhívtam a tulajdonost, és akkor mondtam, hogy na, szeretnénk felvenni akkor egy ilyen kis demo felvételt, nekünk megvan az alap, azt felénekeljük, úgyhogy 2 órára lenne szükségünk, 5000 forintból. Mondja Laci, hogy van a másik oldalán, hát drága gyermekem, ezért fel sem kapcsolom a villanyt. Tehát ez akkora, tehát akkora stúdió volt, meg olyan felszereléssel, hogy tehát 2 órára, hogy kinyitni, hogy fölkapcsolni a villanyt, hogy gyere ide, és akkor énekelj valamit. Akkor hát nagyon... hogy gondolkodik az ember? Hát 2 óra alatt ezt én megcsinálom. Persze, persze. Na hát nagyon csalódott volt a hangom, és képzeld, de letettük a telefont. Ja, még mintha rákérdeztem, de az igaz, hogy ilyen nagy sztárok itt énekelnek, hogy oké. Letettük a telefont. Na most ez az Erdélyi László, ugye nem az uniszexes Erdélyi Lászlóról igen, van igen, szó. Egy másik Erdélyi Lászlóról, végtelenül jó ember, és megérezte a hangomon a csalódottságot. Uh-huh. Csörgött 10 perc múlva a telefon. Na jó, átgondoltam. Próbáltok valahogy összelapátolni egy 6 órát, és akkor, mondom, ezt hogy fogom átvinni a gyerekeknek. Oké, okay, letettem. Igen, hívtam a srácokat, vagy hívtam. Hát akkor mit tudom én, lehet, hogy a vonalason igen, hívtam, megbeszéltünk egy találkozót, és nagy nehezen átvittem ezt a 6 órát. Nem telt bele 10 perc, amikor ott ültünk a stúdióban, amikor nyílt az ajtó, belépett az előd, az a jellegzetes szökkelős mozgásával. Kik vagytok, mik vagytok, honnan jöttetek, Győrbe jöttünk, mit csináltok itt, demót készítünk, hol a dal, meghallgatta, hát én ezt beviszem a Warnerbe. És akkor itt, hogy így hátrafordultam a többiekhez, hogy gyerekek, ezért kellett ennyit birkózni. Hát megmondtam, hogy ide kell jönni. Úgy de nagy képűek lettünk, Igen, igen. Úgyhogy itt dölt el minden. Úgyhogy az előd aztán akkor csinálta a 3. FLM albumát, azzal eléggé elfoglalt volt. Uh-huh. Ugye még 1 évig várni kellett arra, hogy ezt egy kicsit komolyabban vegye, kicsit komolyabban foglalkozzon vele. És akkor bementünk a stúdióba, megcsináltuk a... Warnernak a stúdiójába. Tessék? A Warnernak a stúdiójába. Hát akkor még nem volt akkor a Warnernek külön stúdiója, hanem a Moldvai Márk. A kiadó alatt volt, azt hiszem, a Warnernak már a legvége, vége felé. Igen, abban dolgoztam 1-2-szer, de az jóval később jött. Tehát most az ilyen 96-at írunk, 96-97-et. A Moldvai Márknál az előtt producer barátjánál mentünk a stúdióba, és készítettük el az első konkrét olyan demókat, amire már az előd is azt mondta, hogy na most ezt már be lehet küldeni. Uh-huh. Aztán onnan minden, onnan elindult minden. Hú, csináltuk a Fogd a kezem című dalt, talán a Vakans dalt. Az első lemezről 1-2 ilyen demót csináltunk, amit beküldtünk. És akkor volt, 2 hetet kellett várni, és akkor volt egy ilyen kikicsoda a rock-pop életben, vagy volt egy ilyen könyv. És akkor minden este azt én fogtam, így kinyitottam a Pásztor Lacinál, azt így kiraktam így a konyha asztalra, és akkor így szugeráltam minden este, hogy
tetszik, igent kell mondanod, szeretnéd, minden. Úgyhogy aztán két héttel később csörgött a telefon előtt, hívott, hogy gyerekek, megvan a lemezszerződés. Anyám azt hitte, hogy megőrültem, megmérgeztek valamivel. De figyelj, tehát ez egy olyan katarzis élmény, életem legnagyobb katarzis élménye volt, ahogy így ledobtam így a telefont, és mint valami tényleg van, akit a bolondok házában most engedtek ki, az egyik szobából a másikba rohantam, földhöz vagdostam magam, ugráltam az ágyon, mint valami 6 éves gyerek, aki megkapta az aranyhörcsögét, vagy nem tudom. És anyám így mondta, fiam, nyugodj le, mi van, tiszta ki vagy, vörösödve, szakad rólad a víz, de mondom, anyám, fel tudod ezt fogni, lemezszerződést kapunk. Én, mint győri gyerek, ugye, mert ugye vidék. Hát igen, vidék. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy sokszor ezzel is visszahúztak, hogy mit akarsz ott, megvan a kör, megvan az a zárt kör, oda nem lehet bemenni. De hát akkor rendszerváltás után voltunk már egy pár évvel, és azt mondtam, gyerekek, ez egy más világ. Tehát hagyjuk, ez történelem, ami volt rendszerváltás előtt. Én nem gondolom azt, hogy itt nem lehet megtalálni azokat az ajtókat, amit eredményem lehet döngetni. Ekkor már TNT volt? És hányan voltatok? Nem, az előtt találta ki a TNT-t. TNT-t? Igen, ekkor 3-an voltunk, aztán megfogyatkoztunk egy főre, ez most egy kalandos történet, ebben nem is szeretnék így belemenni, és akkor utána kerestem meg az Intit, amikor már az első demók elkészültek, hogy így a barátság, meg a sport, meg hogy ott kongázott, meg hogy exotikus arc, tudod, meg a rappeket majd nyomja, hogy akkor tök jó lesz, hogyha felkérem ebbe a zenekarba, megkerestem az Intit, és akkor utána az előtt találta ki a TNT nevet, ami nekem nagyon nem tetszett. Tehát én ezzel nehezen tudtam megbarátkozni, igen, annyi mindenféle zenekar ötlet volt a fejemben. Most TNT, könnyű, egyszerűen megjegyezhető, berobbantok, felrobbantok, mindenre ráúszható, de mondom, hogy TNT. Hát bum bum, ez volt az első album cím. Igen, ez az TNT, van az a 3 betű. De végül is fél, tök mindegy, hogy hívják a tojást, hogyha az egy... Igen, egy arany tojó, tyúk tojta. Tehát. Mit találtál ki? Mit akartál TNT helyett? Hát volt mindenféle ilyen angolos hangzásban. Angolos hangzás, most ez jó, hogy elkérdeztél egyébként, most így kutakodom az emlékeim között. Volt mindenféle. Igazság szerint nem voltak jó nevek, tehát valamilyen Music Factory, meg mindenféle ilyen őrültségek, de, hát aztán de igazán jó nem CNC volt. CNC Music Factory, tehát volt egy ilyen együttes Angliában. Igen, meg, igen. Meg volt akkor a Fun Factory, erre emlékszel? Akkoriban, igen, igen. Ja. Hát nem voltak igazán jó nevek, és szenvedtem is tőle, majd aztán jött az előd a TNT-ben. Nem sokat segített. Újra lapát a tűzre. Igen, de elég határozottan mondta, hogy az jó lesz, az hide, az jó lesz, TNT. Az akárhányszor mondom el, jó lesz. Előttem van az album, és valóban jó lett, szóval végül is ennek igazsága volt az előttek, ő értett hozzá. Szóval jöttek egymás után a slágerek, és hogy élted meg, hogy egyik óráról a másikra lettetek borzasztó népszerűek, és nem csak a városban, nem csak a lemez, hanem az egész országban, hirtelenjében TNT lázba égett az ország. Igen, nagyon-nagyon, úgy, ahogy van, hát most már akkor így az elődöt igazol, berobbantunk, így egyszer csak egyik mentről a másikra. Mint a TNT. 7 hónapig sok minden nem történt. És az aggasztott, mert úgy voltam vele, hogy oké, megvan az első cél lemezszerződés, de mit sem ér ez az egész, ha nem veszünk át aranylemezt a végén. És hát, csak úgy szerény, ez rögtön a legelején. Szomorú, bánatos fejjel, hogy mentem mindig be a Jós Pisti, ez a Warner Music, vagy a Jós Pisti arról híres, hogy te így mész be, és úgy jössz ki, mint a világ legnagyobb sztárja. Tehát ő nagyon-nagyon tudott hatni mindig az előadókra. Nagyon, Jós Pisti nagyon aranyos srác egyébként, meg az pásztorrác, az egész cég az ott nagyon igen, jó igen, volt, igen. És hát 7 hónapig nem történt semmi, pár száz lemezt adtunk el. Aztán egyre többet léptünk fel, ugye megjelent egy Napszúrás című válogatás CD, azon volt a Bakkancs dal, majd kiosztuk a Fogdekezem című dalt, arra készült egyébként, hogy akkoriban egy magas költségvetésű klip, és itt is érezhető, hogy a Pisték mennyire profik, mindig megérezték, hogy nyugi, a tutiba, szépen menjünk tovább, akkor jött a Fogdakezem, és aztán 7 hónap elteltével, amikor a titkos üzenet megjelent, akkor kettő hét alatt lett aranylemez, akkor még volt lemezpiac. Tehát akkor még voltak ilyen csodák, hogy most hétfőn 400 darab fogyott, és 2 héttel később 24 000-nél volt. Igen, tehát egyszerűen emberek fölpattantak, hopp, akkor ezt most megvesszük. Igen, és akkor kezdtem én is ugye orba szájba játszani a Popterisnyában a TNT-ket a Boomról. Igen. Hát igen, hát ez egy ilyen világ volt. Én mindig azt mondtam, hogy ha valaki jó, akkor az előbb-utóbb úgyis eljön és elérkezik hozzám. Hát így, a Magna Cum Laude srácok, hát emlékszem, ugyanezt mondtam nekik. Amit most szó szerint ugyanezt mondtam. Felhívott még a Tibi, a gitáros, hogy
Áki, mondjál valami tanácsot, te figyelj, itt van az első lemezünk, amit már 24-szer hívtam őket, hogy ez is mennyire jó, az is mennyire jó. Nem játszak a rádiók, mondom, hogy egy dolgod van, nyugodjál meg. Igen. Semmi más, nyugodjál meg. Ömleni fogtok a rádióból, és nagyon nagy siker lesz, mert ez utat tör magának, mert ez jó. Persze, persze. És akkor tessék megnézni, hova jutottam. Na most tulajdonképpen, hogyha visszagondolok a 89-től kezdődő időszakra, amikor elindult a csillagfény. Az egy nagyon fontos dolog volt, mert minden fellépő zenekarnak az első útja hozzám vezetett Szombateste a diszkópultba, és ők nyomták be nekem a zenéket. Különböző változatokban, volt, aki szalagon, volt, aki kazett, de mindenki hozott valamit. És hogyha jó volt, azt én már vasárnap játszottam a Poptarisznyában. És ha vasárnap megszólalt a Poptarisznyában, akkor az valamit jelentett. Valamit jelentett, súlya volt. Persze. Súlya volt a dolognak, úgyhogy gyakorlatilag a csillagfényben mindenki fel akart lépni. Mindenki fel akart lépni, mert tudták ennek a dolgát. Hozományát. Hozományát. Ja. 2005 véget ért a TNT. Igen. Ez elég volt, ez olyan volt, hogy bementél a vendéglátóipari egységbe, és azt mondtad, hogy hát ezt tovább nem. Vagy volt valami más ok annak, hogy egy nem sikeres projekt véget ért egyszer csak? Igazából nem volt elég. Tehát azokat a sikereket, amit ott megéltünk. Én a mai napig azt mondom, hogy az, hogy mi 14 000 ember előtt koncerteztünk a kis stadionban, az együtt mindent elértünk. Tehát amit egy zenész, amiről elmondhat. Uh-huh. Tehát azt az érzést, amikor hallod a morajló tömeget. Uh-huh. De nem valamelyik fesztiválom, valami uborka fesztiválom valahol, ahol egyébként jöttek őt is megnézni. Valaki úgy megnéz téged kíváncsiságból, valakit érdekelsz, valaki közönösen fogad, hanem eljön 14 000 ember azért egyet váltani, hogy téged meghallgasson. Olyan szeretet, olyan energia, amik ilyen nagyon közhelyesen hangzik, de hogy egyszerűen tehát azt megélni, hogy morajlik a tömeg, volt egy ilyen nagy függöny, amire a születünk volt kivetítve. Uh-huh. És az volt a feladat, hogy nekünk ott mozdulatlanul kell állni. Egészen addig, amíg nem esik le a függöny. De hát ugye kijött a zenekar, a dobos, így üvöltött a szint is felé, mindenki extázisban, pedig még csak ott tartott a dolog, hogy el sem indult a koncert, csak már gyertek ki, ütemesen, sikoltoztak, vártak minket, olyan érzések futnak a mai napig át rajtam, tehát hogy mindenkit szétbombáz az a szeretet energia, ami megérkezik a színpadra, és akkor leesik a függöny, és az a elképesztő sikoltozás, kiabálás, ami rá, tehát a 3-4 dal, az első 3-4 dal úgy telik a színpadon, legalábbis nálam, hogy úgy érzem, mintha kicsúszna a lábam alól a talaj. Tehát, hogy minden lebeg. Hiába van beállás, tudod, hogy innen ennyit kérek, onnan annyit kérek, hogy felborul minden, és akkor szép lassan így a 4.-5. dalnál a helyére kerül minden. De addig valami elképesztő. Tehát én azt gondolom, hogy mindennel, kutba az aranylemezekkel, a platina lemezzel, a sok mindennel. Ezt, hogy átélhettem, több ízben, a kis stadionban, hogy egy önálló koncerten színpadra léphettem, ez mindennél többet jelent, és egy zenész, ha ezt el tudja érni, akkor mindent elért. Én így és érzem. És ezért lett vége a zenekarra? És erre mondom azt, hogy ezt nem lehet erre azt mondani, hogy ebből elég volt. Uh-huh. Én inkább azt gondolom, hogy én ezt elég tudatosan az első pillanattól kezdve elkezdtem építgetni a dolgot, hogy jutunk el az első aranylemezig, akkor csinálunk egy unplugged lemezt, jó, ez közösen a kiadóval, hogy egy kicsit zenei tartalommal töltjük meg ezeket a könnyed egynyár slágereket, amiből soktól kiderült, hogy nem egynyár sláger, de hogy tudjuk, hogy igen, több nyár slágereket, egy kis tartalommal töltjük meg, és hogy szépen építkeztünk, és igen, tehát az, hogy mindent elértünk, és hogy szerettem volna ezt egy kicsit burokba tartani, és nem. Mert az élet és a dolgok természete megvan. Minden önmagától előbb-utóbb elfárad egy picit. Uh-huh. Jön az új generáció, jönnek az új dolgok, és nem szerettem volna ez egy kicsit úgy megkövesedjen, tudod, olyan fáradt dologgá váljon. Igen, igen. Hogy burokba nem tartani, már, és ezért inkább még. Ez 4 évvel ezelőtt 10 000 ember előtt az arénában újra koncerteztünk. Igen, így most van. Újra ez 2011-ben volt. Ez 2011-ben. Most csinálunk egy turnét az idei évben. Uh-huh. Tehát akkor azt mondtuk, hogy az aktív működésünket befejeztük, de már tudtuk, hogy ezt nem mondtuk ki, azt, hogy mi soha az életben nem lépünk színpadra, hiszen válaszolva a kérdésedre, feszültség közöttünk olyan mértékű, vagy konfliktus, amit nem tudtunk volna kezelni és megoldani, ilyen nem volt. Tehát akkor már tudtuk, hogy időszakonként újra összejövünk,
újra színpadra lépünk, és ez meg is történik, és ez így volt jó, úgyhogy csináltam szólólemezt 2006-ban, meg 2009-ben, a bátyám üti a fejem, hogy már nagyon régen volt, tehát jó lenne, ha valamit csinálnál. Egyébként nagyon vicces, mert valamikor mondta, hogy te fél nem kell, nem szeretném most már dolgozni, hogy valami szóló dolgot kihozni. Hát már most jártam az Emiliával a lemezt meg. Azért. Tényleg, szóval, négy millióan nézték, töltötték le a YouTube-ról. Hát most már közel 6. Most már 6? Közel 6 millióan letöltötték a YouTube-on, ami azért fantasztikus, szerintem is az. Nagyon fontos egy olyan világban, amikor már a fizikai hanghordozó nem visszaigazolás, mert igen, nem tudom. Igen. Pár száz darabot tudsz eladni, hát, vagy jó esetben egy vagy 2000. Átvette a hatalmat a zenében is. Hát, de az is kérdés, tehát ennek van azért hozománya is. Tehát például azért nagyon sok olyan zenekar, amihez említettük, hogy korábban a körök miatt nem jutnak oda, vagy akármilyen okból nem jutnak oda. Azok ott vannak az interneten. Már megtalálják őket. És azért jó, nagyon sok tehetséget tudsz felfedezni. Amennyi kárt, annyi okosságot is hordoz magával az internet. Szóval ez nem egy felpörgetett 6 milliós nézettség, mert bírom azért azokat, tudod, amikor mondják, hogy rosszul is fogalmaznak. Ráadásul, hogy megnézték 15 millióan a 9 milliós országban. Érdekes dolgok ezek. Persze az lehet, hogy 15 milliószor, hiszen elég 1 millió ember, aki 5-6-szor lánkatint. Na jó, mindegy. Szóval ez egy nagyon, nagyon jó visszajelzés volt, és nagyon sikeres volt. A Fekete Gyémánt az első lemezről az év játszott dala volt, úgyhogy nyilván ez már nem az az aktív, az a nagyon intenzív és aktív időszak, mint koncertezés terén az, de így a frontvonalban, de erre még mindig azt szoktam mondani, hogy mindig ott dől el minden, hogy képzelj egy képzeletbeli lemezboltot. Nagy dolog, hogyha a kirakatba oda kerülsz. De az igazán nagy dolog, ha onnan nem egyszer csak kivesznek és bedobozolnak és valahol porosodsz, hanem szépen valamelyik felső polcra, amikor belépnek, akkor még ott vagy. Tehát kirakatban mindig ott lenni nagyon nehéz dolog. Ez képtelenség. Tehát nem szólt rólunk minden 15 évig, persze. 20 évig. De ha ott vagy, és még mindig levesznek a polcról, mert még mindig kell lesz, és meg tavaly megcsináltam több mint 100 koncertet és fellépést, akkor nincs baj. Nincs baj. De ez kell egy 8-10 év, amit beszéltem, hogy valami olyasmit tegyél le az asztalra. Vagyis a lángot azt mindig életben kell tartani, nem kell, hogy az lobogjon állandóan, csak mindig ott legyen. Igen. És hogy akarod, akkor mindig odaülhetsz melegedni hozzá, vagy éppen feltekerheted. Hát úgy tűnik, ez az esztendő erről fog szólni a TNT életében és a te életedben is. Így legyen. Ákos, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszont látásra egy hét múlva. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsorát látták.